Szervusztok, kedves hallgatók, vagy ami az ünnepek után maradt belőletek. Ez itt az Önkényes Mérvadó, Horváth Oszkárral, Békés Dórával és Puzsér Róberttel. Sziasztok! És a Barbie vetkőztetésről fogunk beszélni ma mai adásban. Mindenki vetkőztetett már Barbie-t és Kent. És lehet, hogy Kent is rá valamit, de Kent is vetkőztetett. És az tény, hogy a Barbie vetkőztetés nem függ össze a nemmel. Mindenki kíváncsi, mi van Barbie szoknyája alatt. Függetlenül attól, hogy mi a nemi orientációja, vagy mi lesz a nemi orientációja. Mert a Barbie vetkőztetés alapvetően egy olyan kíváncsiság, amit a teremtő érez a teremtmény iránt. Vajon nemzik-e? Nemzőképes-e? És ilyenkor, amikor vetkőzteted, akkor egy tudományos kíváncsiság, a David Attenborough kíváncsisága az, ami hajt. Talán halkabban is beszélsz, amikor vetkőzteted, nehogy eljegyen a példány, nem? Igen. Akkor most finoman megközelítjük a bokorban rejtőzködő nőstény. Igen, de van ebben valami tudományos kíváncsiság. És akkor, amikor levetted a szoknyáját, vagy levetted a kis nadrágját, akkor látod... A B betűs bugyit. Igen, és a bugyit. A műanyag bugyin. Egy ilyen Instagrammal konform forma tárult eléd, hiszen sem elbimbó, se genitáliák. Tehát van egy ilyen alvósban vannak. Csak alsó. Igen, és amikor rájuk nézel, az ilyen rohadt ijesztő, ilyen nemtelenek, olyanok, mint az angyalok, meg a szeráfok. Hogy így nincs nemi szervük, de mégis ilyen humanoidok szárnyakkal, vagy ilyen kentaúrok, tehát hogy ilyen mondabeli lények, amelyeknek nincsenek azok a fajta párzó szerveik. Na jó, mert halhatatlanok. Amit viszont műveltek abban a gyerekszobában, ahol nekem lehetőségem adott barbizni, azok nem szeráfok és nem angyalok voltak. De szintén halhatatlanok, nincs szükségük arra, hogy szaporodjanak, és ezért nincsen nemzőszervük, hiszen őket megvásárolják, ők halhatatlanok. A halhatatlanságon kívül jobban halhatatlanok, mint a hegylakó. Mert ha leválasztod valamelyik végtagjukat vagy a fejüket, akkor is ezek továbbra is összeszerelhetők maradnak. Ezek halhatatlanabbak, mint a hegylakó, hiszen ezek annyira halhatatlanok, mint azok a páfrány erdők és dinoszaurusz csordák, amelyekből áll. És arról se feledkezzünk. Amelyekből áll? Hát a műanyag az kőolaj. A kőolaj, páfrányerdők és dinoszaurusz csordák. És orangután tetemek. Nem, akkor az még nem volt. Amikor ez az olaj, az szerves volt. Milliárd élőlény sok 10 millió éve van egy darab bábuban. Igen. És ennyire halhatatlan. És ennek a halhatatlanságnak a tudatával, hogyha leveszed a bugyit, nincs ott semmi. Hát nem tudod levenni a bugyit, mert egyben van forrasztva. Az ő testrésze a bugyja. Rá van öntve a bugyi? Igen. Az hát már az öntő formában. Kaparod le róla, és így nem tudod soha levetkőztetni, csak öngyújtóval. Ráadásul a Kennek olyan algája van, mint az Alekosznak. Tudod, az a két oldalról slicces faj. De öngyújtóval le tudod vetkőztetni. Öngyújtóval, ez egy nagyon durva módja egyébként, de le tudod vetkőztetni. Ne, hát akkor felgyújtod az egész hát, Nem, hát... Inkább szolárium hatást kelt lokálisan. Van, aki bezáródik, és azt tudjuk Kenről, és a Kennek, az annyira jó, hogy a Kennek beszélő neve van, nem? Mhm. Szóval bekeveredsz egy ilyen gyerekszobába, de fiúként ez ugye úgy éli át az ember, hogy rendszerint fiúknak nem nagyon van Barbie-juk. Vagy van egy testvérkéjük, vagy valamilyen vendégségben. Fiú testvéreknek gyakran van Barbie-juk, és szerencsés osztálytársaknak. És kenjük rájuk. Ne. Ebből a Kenből szerintem kihoztuk, amit lehetett. Romhányi. Művész úr. Szóval, hogy bekeveredsz egy ilyen játéktérbe, és hát... Én a magam részéről ahhoz voltam szokva, hogy matchboxozunk. És akkor a matchboxozásnál ugye ember nem volt, csak az autó, és azt eljátszottuk, hogy most akkor kiszáll a kocsiba, és akkor csajával lesznek egy ilyen drága étteremben, de rálőnek, és akkor tudod, egy ilyen Miami Vice jellegű storyline kialakult, és hát a Barbie-eknál egyáltalán nem lehetett ezt csinálni, eleve, mert a Barbie-ek BKV-s nemzedék voltak, tehát annyira fancy ruhákba jártak meg minden, de általában autójuk nem volt. Tudom, hogy van Barbie autó, na de azt kiengedhette meg magának, úgyhogy Barbie-ek általában otthon voltak, nem nagyon mozdultak ki. És gyalogosan, úgyhogy hát mit csinál az ember, ugyanazt, mint karácsonykor, vagy amikor rossz idő van, új generáció. Nem, Barbie szelte eleget szerintem akkor gyerekkorodban, mert a Barbie és Kenek és Cindy ugyanannyit lövöldöztek.
Tényleg? Persze. Cindy a görkorcsolyás? A Cindy az a valamelyik, azt hiszem, az az egy szinttel kisebb Barbie. Ugyanannyit lövöldöztünk Barbie-val is, mint Barbie nélkül. De ugyanúgy modellezhető az összes film. Akkor ez a Barb Wire című akciófilm előszele, nem? Pamela Andersonnal. Uh-huh. Ő tényleg Barbie, egyrészt, másrészt lövöldözött abban a filmben. A összes többiben futott. Minden filmet lehetett Barbie-val modellezni, a Paula és Paulinától kezdve az összes pornon keresztül a lövöldözés, hát minden. Hogy volt ez a Barbie-kkal, hogy akinek sokféle Barbie ruhája volt, az mindig ráadta ugyanarra az egy Barbie-ra, vagy volt annyi Iker Barbie babája, mint egy klón, és feláldozta az egyiket, eltemette, amikor a másiknak a szerepére volt szükség? Na jó, ilyenekre nem emlékszem, mondjuk azt, hogy ilyenekre nem emlékszem. Egy klón hadsereg, és ők, a szépség, ők a szépség zsoldosai. Mert ő nekik nem a őket, nem nem a harcértékükért tartod, mint a féle ólom katonákat, hanem őket a szépségükért, és így mindegyiket azért, hogy azért a fénytörésért, azért a kis illúzióért, valójában pont azért, mert nem tudsz benézni a bugyiukba. Mert egy valós húsvérnőt azt előbb-utóbb valaki, hát azért mégiscsak megszerez. Most ilyen nagyon finom a genderem módon mondom. Sajátos birtokviszonyba hajt. Majd elún, és aztán elenged. És ez egy olyan lénnyel soha nem történhet meg, akire rá van forrasztva a bugyia. Érted? De a Kenre is rá van. Igen, Kenre is rá van. Végtelen nyakateket. Nem, itt arról van szó, hogy a Barbie-t azt nem lehet megunni, mert a Barbie-t igazán nem lehet birtokba venni. Magát. Pontosan. És mindig ezért érdekes a Barbie, az a titok, ami a Barbie-ság mögött van, az a valós húsvér, személyigazolvány számmal, meg életkorral együtt élő húsvér halandó emberek, ember Barbie-knak nincs megadva, mert ő nekik előbb-utóbb egy Kennek oda kell adniuk magukat. De a mi Barbie-nk az örökké izgalmas marad, és pont azért, mert őt nem lehet megdugni. Ez a titok. Én szerintem ez lehet, hogy akkor lenne érvényes elmélet, hogyha általában 16 pluszos fiúk barbiznának. De általában nem én 16 pluszos fiú voltam 8 évesen, szerintem. De nem, hát nem, a Barbie-ságot nem a fiúknak kell eladni. Ezt a lányoknak. Hát a lányokat kell Barbie-vá tenni, a lányoknak kell barbizniuk, hogy aztán a fiúk azokkal a Barbie-kkal akarjanak játszani. Valójában a fiúknak kell eladni azokat a lányokat, akiket a Barbie baba formál a lányokból. Gyere velem barbizni, de úgy, hogy nem Walt Disney. Ha érted, mire gondolok. Benne van a kis csúnyaság. És Békés Dórával itt van velünk, aki hozzászól a mai témához, a Barbie vetköztetéshez. Egyáltalán le lehet-e vetköztetni a Barbie-t öngyújtó nélkül, vagy öngyújtóval sem? A Barbie-val kapcsolatban felvetődött a kérdés, hogy ki egyáltalán ez a Barbie? Ki ez? Mit tudunk róla? Mi a személyisége? Mivel foglalkoznak a szülei? Hogy van az, hogy valaki eleve Santa Monikán születik, csak úgy a mesés fényűző gazdagságba, hogy soha semmilyen egzisztenciális problémája nincsen, és hogy a legnagyobb gondja, hogy csillogó, csillámos cipőt vegyen, vagy egy ilyen vörös, ilyen mély vörös, ilyen bordóba hajló színű tűsarkút. Hogy ezek az élete nagy problémái. És a rózsaszín kabrió. És hogy mindig valami ízléstelent választ. Na, a rózsaszín színnek a kedvelését azt hiszem ennek a játéknak köszönhetjük, nem? Igen. Amit én nem tudtam megkedvelni még ez idáig. Még dolgozom rajta. Nem, a rózsaszín az egy ilyen végtelenül tudod, az a szín, ami a rovar éneddel kommunikál. Tehát ha benned van egy kis rovar, most hiszünk abban, hogy az evolúció teljes tapasztalata itt van bennünk bizonyos módon. Jó. Értjük azt, hogy így van egy olyan funkció, érted, ezeknek a virágoknak a színe, amelynek pont az a feladata, hogy rászálljon a rovar. Hogyha meglátod a rózsaszín színt, akkor nagyon gyorsan, nagyon könnyen, nagyon üvölti, hogy cukor. Tehát nagyon üvölti, hogy cukor így a természetben. Be akarja poroztatni magát? Igen, igen. De én szerintem üvölti, hogy nektár cukor, ez üvölti a természetben a rózsaszín. A rózsaszín olyan szín, amivel emlékeztetik a gyereket arra, hogy lány. Igen. Meg magukat. Igen. Meg a nagyon vonzó, tehát nagyon könnyű a rózsaszínt szeretni.
Ő nem nehezíti meg neked, hogy szeresd. Ő az, aki a legtöbb gesztust teszi. Finom veszély, ugye, mert a vörös a természetben is az élettelenség, vagy a sebzettség, vagy a tilos, vagy a mérgezőnek a jellemző szimbóluma. És ez, de ez egy olyan lájtos vörös, hát a rózsaszín. Mint baba rózsaszín, ilyen ártatlan. De egyébként az, hogy lányszín a rózsaszín, arról egyébként nemrég azt olvastam, hogy a század elején még a világos kék volt a kislányszín, és a piros vagy rózsaszín, meg a kisfiú szín. Tehát ez nem egy. Érdekes, csak egy annyira érdekes, öröktől való. A vörös, az a hús színe, a vörös az a szex színe, a vörös az organikus, szerves, a hús és a vér színe. És hogyha ezt a vöröset oldott fehérrel is lefokozod, és visszaviszed a gyerekkorba, és már csak egy babáról beszélünk, érted? Akkor kapod meg a rózsaszínt. Érted? Aha, egy ilyen homeopátiás élet. Nem fehér, már húszszínű, de még nem fogdosod? Fúj! Érted? Tehát, hogy ez még nem vörös, érted? Ez nem az a kul. Ez még közel áll a fehérhez. Ez az értelmezés, ez szerepelt már valahol vezetett a saját elméleten. Az egész önkényes mérvadó című műsor teljes széltében hosszában nagy részt az ilyen saját önkényes mérvadás. Így mi nem hazudunk, már a címben bejelentettük, hogy miről lesz itt szó. Jó, ez tény. Oké. Okay. Emlékszel, Robi? Nem emlékszel, hogy csináltunk egy videót arról, hogy nők pontozása a 10-es skálán. Ami részben az esztétikumra és a vonzalomra ment rá, részben arra, hogy hogyan lehet együtt élni, vagy nem lehet együtt élni, vagy egyáltalán össze lehet-e valahogy gabajodni egy nővel. És itt azt mondtuk, hogy az a 10-es, akihez már csak imádkozol, mert csak rosszat tennél vele bármilyen közeledéseddel. Igen. Nem pont így megfogalmazva. És ilyen volt Audrey Hepburn, mondjuk. Igen. Úgy érzem, hogy a Barbie, ő egy ilyen kényszer 10-es, nem azért, mert akkora nagy sztár, hogy istenként tisztelet, hanem mert rá van olvasztva a bugyi, és úgyse tudod leszedni róla. Igen, akkor igen. Meg hát akkor maximum imádkozol. Bár most, ő még imádkozhat. Most arról van szó, hogy a Barbie az tényleg egy isten. Egy isteni személy. Itt arról van szó, hogy a Barbie egyrészt halhatatlan, a Barbie egy eszmény, ami elérhetetlen, a Barbiehoz legfeljebb imádkozhatsz, a Barbie-val soha nem dughatsz, ezért soha meg nem unhatod. A Barbie-t azt akkor veszed elő, amikor neked kedves, és ha unod, akkor félreteszed, és a Barbie nem jön, az nem nyaggat, az nem akaszkodik rád, az nem idegesít soha semmivel. De a küllemével arra utal, hogy majd megkaphatod, de közben mégsem, a vágy titokzatos tárgya a Barbie. Ezek azért hatalmas elméletek, de tulajdonképpen jobban belegondolunk, akkor ismerünk embert, aki valaha is rágerjedt egy Barbie babára. Ismerünk csak olyan embereket ismerünk. De nem a Barbie babára, hanem a Barbie babából öntött nőkre gerjednek a férfiak, ezt kell megérteni. A Barbie babából öntött nő, Pontosan. Hát pontosan, a Barbie babából öntött nőkre. Azokra, akik korábban Barbie babákkal játszottak, aztán 17 évre rá kész lett belőlük a Barbie baba. Azokra gerjednek a férfiak. Hát ilyen átvitt értelemben igen. Most ugye elképzeltem, hogy konkrétan meglett férfiak rágerjednek egy Barbie babára. Nem. Jó. Nem, ez az oktatás része. Barbie babává kell tenni a nőket. Ehhez el kell adni nekik egy nő képet, egy nő referenciát. Na ilyen egy nő. És ott a Barbie baba áll. Érted? A Barbie baba. Nem egy olyan nő, vagy legalább lenne egy termékspektrum, és kiválaszthatná a szülő, hogy milyen nőképet akar a gyerekének, és annak megfelelően választana. De hát a gyerek már nyaggatja. Barbie! És a gyerek, a szülő az nyilvánvalóan meg akar szabadulni egyrészt a bűntudattól, hogy most majd nem Barbie-t kap, hanem majd valami egy fokkal öntudatosabb és jobb ízlésű babát. Nem lehet, mert a Barbie az, ami itt az elvárás, és hogyha ő megvenné neki azt, ami szerinte jót tenne a gyereknek, vagy jó lenne a gyereknek, akkor a gyereket az óvodában, vagy az iskolában kiközösítenék, mert nem Barbie-ja van, hanem valami gender babája, vagy valami olyasmi, ami egy fokkal ebben a Barbie relációban mindenképpen, hogy mondjam, kulturáltabb, vagy normálisabb most lenne. Most mennyire menő a Barbie egyébként, ezt tudjuk, mert az én gyerekkoromban ez tombolt abszolút. A 90-es évek elején, közepén nagyon ment. Most nem tudom, most mennyire van. Most lehet, hogy van már valami választék. Fogalmam nincsen a témáról. Szerintem a választékban annyi adott, hogy hasonlóan sportos külsejűek mennyire vannak esetleg felfegyverezve. Tehát a ruházatban van termékválaszték. Tudod, hogy Barbie-nak vannak barátnői egyébként. Azokat megveheted. Tehát Barbie-nak vásárolhatsz barátnőt, akivel együtt körmöt festenek.
Azt igenis vásárolhattál, de igen, akkor is igen. Volt már. Az egy másik csaj. De az is egy ilyen rossz ízlésű csaj. Fekete Barbie, terhes Barbie. Na hát világosan. Itt a Benetton diktálta az ütemet. Tehát, hogy így nyilvánvalóan United Colors of Barbie. Tehát így mindegyik cégnek meg kellett formálni magából a saját maga Benettonságát. Tulajdonképpen a Benetton volt a piacon az a funkció, ami az SDS volt itt a 90-es években, meg a padödő, hogy így a sokszínűség, hogy eladja az embereknek ezt a tulajdonképpen az amerikai volt álmot. Volt Fekete Barbie, erről van. De ő is Santa Monica-ban született. Igen, tehát és ugyanolyan Barbie... formája volt, és gyönyörű haja volt, és minden, csak fekete volt. Volt ázsiai Barbie, és nekem vörös hajú, Ariel Shell-ő Barbie-m volt, pedig én nagyon sokáig nem kaptam Barbie-t. Ezen megfontolásból, hogy az micsoda. Ariel Sharon Barbie. Nem, de tényleg, és Jasser Arafat Barbie-t sem volt. Shell-ő Barbie. Shell-ő Barbie. De hogy lehet Shell-ő Barbie? Annak miért nem adnak egy másik nevet? Mi történt Barbie-val? Megtámadta egy hal és félig megette? Vagy a Barbie ette meg félig a halat? Vagy a Barbie megette teljesen a halat és félig kiszarta? Mi történt? Hogy lett Shell-ő a Barbie-ból? Hát az a Barbie volt, annak már adtak egy nevet egyszer. És mi lesz a magas sarkú cipővel, ha Shell-ő a Barbie? Nincs lábfeje. Szerintem azt ott volt ott lába, egyet. És le lehet, és akkor volt ilyen sellőfarok, és le lehetett cipzározni, meg sellőfarok, és le lehetett cipzározni a Barbie-ról. Hát akkor ez kamu! Hát úristen! De van egy ilyen, de várjál, de ez egy ruha, amit a Barbie időnként fölvesz otthon, hogy ma sellőnek öltözök, lépni nem fogok tudni, de kúszok majd a padlón. Nem pontosan emlékszem, hogy őszinte legyek, 7 éves voltam. Volt ilyen, akkor volt menő az Ariel rajzfilm. Volt de ilyen. Jó, de világos, de akkor miért nem az Ariel volt a miért Barbie? Tehát ez az érdekes, hogy az Arielt megveheted, világos a Disney ajánlásával. Beleoltották az Ariel genetikáját az Alien Barbie-ba. Gyakorlatilag ez történt egy videóanyag. Formájú Barbie-t. Volt egy test, amit felruháztak ezzel az idegen genetikával, és ez született belőle. Tulajdonképpen egy mutáns. Igen. De hogyha lecipzározható, hát, jó, hát arra is el kellett adni a szoknyát, meg a cipőt. Az a kérdés, hogy te játszol a Barbie-val, vagy a Barbie játszik veled ilyenkor. És ez csak a sellőfarkú Barbie-nál kérdés? A Barbie-nak, annak ugye poliészter haja volt. Azt lehetett fésülgetni, de senki sem akarta Kent fésülgetni. A Kennek Lego ember haja volt. Kennek rajzolva volt a haja, nem létezve. De a Kent nem a hajáért szerettük. Valójában a Ken az egy olyan figura volt, aki akkor még nem létezett. Ez a metroszexuális férfi, ami a Ken, az valójában csak a... Ken egy kellék volt. Szerintem nem volt Ken eléggé megdizájnolva, mint személy. Barbie sokkal jobban ki volt találva. Ken egy kellék volt. De valójában az ezredfordulóig nem is jött el Ken, és mindenki azt hitte, hogy a Ken az egy hazugság volt, amit a Barbie mellé hazudta. Nem a metroszexuális férfi, csak az előszeleme, mert nincs leszolizva, és nincs festve a haja, és nincs az égnek állítva, mint a Havasi Balázsnak. Hanem a Ken az a jó családból származó gyerek, aki egyszer majd szenátor lesz, és be tudják fizetni a jó egyetemre, ha felveszik. Ez a bal szem fölött elválasztott jó fiú frizura, ami a Kennek van, plusz a sportosság, az kb. Azt jelenti, hogy hát sportos, mert abban erősebb, mint mondjuk a tudományokban. A forráskutatásban és a diplomamunkahalmozásban. Ugyanakkor konzervatív amerikai neveltetést kapott. Szerintem a Barbie is tartanak meg otthon, de a Barbie, van lovuk. Republikánus? A Barbie is meg a Ken is republikánus. Abszolút. Az nem is véletlen, hogy... szerintem nincsen politikai pártállás. De republikánus, ő nem demokrata, szerintem a Barbie. Szerintem a Barbie az republikánus, én úgy képzelem őt. A Barbie végtelenül hisz az amerikai álomban. Végtelenül hisz. Igen, de szerintem nincs kiforrott politikai álláspontja a Barbie-nak. A Barbie, elmondom, hogy mi a Barbie-nak. A szüleinek van. Elmondom, hogy mi a Barbie szüleinek, meg a Barbie családjának a politikai álláspontja. A piac. A piac. A tőzsde. A gazdaság, az erő, a cégek, ez az egyik, igen, a lobbik, ők ebben utaznak, Barbie, ők ebben vannak Barbie otthon. Barbie apai nagybátya lobbista. Ma az a kérdés, hogy ma kire szavazott volna Barbie, ma azt mondom, hogy azért már itt már a Clintonra szavazott volna, itt a Trump-al szemben. Ugyanakkor a felesége Barbie? A Trumpnak? Ő a Barbie, és nem véletlen, hogy az meg a Barbie. Hát ha szavaz, akkor így szavaz a Barbie.
Ő a jegygyűrűjével szavaz, nem igen. az aláírásával. Szavaz a Barbie az aláírásával, egész biztos, mert az az amerikai állam és az öntudatos amerikai ság része, szavaz, hogy szavazol. Szerintem ennyi öntudata van a Barbie-nak. Igen, a Barbie-nak csak tudod, a Barbie az egynél többet nem gondol a világról. A Barbie azt gondolom, hogy ő azt gondolja a világról, ő a bankszámláját, meg a hitelkártyáját, ami így megcsillan. Ő azt gondolja a világról, és szerintem ezek az alap, ezek a mély republikánus értékek Amerikában, úgy gondolom. Barbie... Tehát, ezek ilyen... De hát ugye Barbie azért nem a saját bankkártyájával szavaz, hanem a Kennével. Vagy a szüleiével. Arról ugye nem tudunk egy büdös szót se, hogy Kennek kocsia Barbie-nak magának van-e bármiféle pénzkereső tevékenysége? Életmód tanácsadó és én időkócs a Barbie, és vezet egy ilyen blogot a nőklapja kafé alatt, vagy valami ilyesmi. Hát akkor még hol voltak én időkócsok és blogok? De és az ő tudatában már ott születgetett. Hát ugyanis neki csak én ideje volt. Hát az mondjuk biztos, de Barbie-nak az 50-es éveknek a terméke, és aztán még egy kicsit finomodott. De igen, csak az ezredforduló az meg már a Barbie terméke. Tehát ezt kell érteni, hogy így az 50-es években ez már, meg, a vázlat már kész volt Barbie és Ken képében. Tudod, mit kellett gyakorolni a szegény Barbie-nak hónapokig a választások előtt? Hogy amikor bemegy a szavazófülkébe, akkor nevetkezzön le és próbáljon ruhákat. Mert neki reflexzerűen jön az, hogyha egy négyzetméteren le van függönyözve, akkor átvesz egy másik ruhát és megnézi magát a tükörben. Az első három alkalommal megpróbálta fölvenni a szavazólapot. Igen, 30 évesen tudott először érvényesen szavazni, mert az előző három választáson sajnos átöltözött. De egyébként tényleg azt gondolom, hogy a Barbie-ék azok nem csak arról van szó, hogy a Barbie-ék gazdagok, hanem a Barbie-nak az egész tudata, az egész tudattalanja, ez az egész cukormászból van kiöntve. Tehát, hogy ő neki, a Barbie-nak például nincsenek negatív, vagy rossz, vagy gonosz, sötét gondolatai, nincsenek. Álmában is ilyen tudod, mit álmodik? Ilyen póni egyszarvúakkal játszadozik, akik így repülnek, mint a felhők, és minden rózsaszín. A Barbie-nak milyen gondolatai Barbie-nek. Vannak? Barbie egy élő gondolkodj pozitívan könyv, ilyen... Igen. Kenre gondol, vagy arra gondol, hogy mennyire jó lesz, hogyha beül a rózsaszín kabrióba és a hajába belekap a szél. Hát ez tényleg biztos jó dolog. Na de ezekre, tehát hogy ezek a gondolatok, ezek az érzések azok, amik a Barbie-t mozgatják. Azt gondolom, hogy a Barbie egy ideális teleshop fogyasztó. Meg nagyjából otthon is van akkor, amikor teleshop adások vannak, ha csak nem, igazi shopban van. Akkor elliptikus trénerezik. Hogyha tényleg ilyen, én nem mostaninak képzelem a Barbie-t, hanem ilyen 80-as, 90-es évek háziasszonya. Elliptikus trénerről nézi az uborkavágót. Kis kockás blézer. Nekünk legalábbis volt olyan Barbie ruhánk, ami kockás blézer. De blézer az nem ilyen munkahelyre menő ruha? Hát biztos lehet benne, hát nem is mondom, hogy elliptikus trénerezni, de legalábbis bevásárolni biztos. Azra jó. Azt írja a hallgató, a Barbie-t forgalmazó Mattel cég állítólag 2016-tól piacra dobott 23 féle új gender Barbie-t. Molett, alacsony, különböző bőrszínű és realisztikus lábfejmérettel rendelkező kivitelben. Aha. A testképzavar kialakulásának elkerülése és a normálisság jegyében. És ez mitől gender, hogy valaki meg tud állni a lábán, mert olyan méretű a lába? De inkább gender, a gender az csak ezzel rögök, hogy úristen, sokféle Barbie, gender, terror. Gender, ezek gender, jó, de ez nem terror, ez egy lehetőség, még mindig választhatod az old school tökéletességet. Vajon mik az eladási statisztikák? Fogy-e a kislábú meg a szerintem elég nagy piaca van az ilyesminek. Németországban talán, de szerintem itt Magyarországon senki sem veszi a Molett meg a, hát igen, ezek a, igen, na látod, ők a Hillary szavazói. És akkor tehát, ők a törzs szavazói. Van leszbikus kamionsofőr Barbie kockásinkben fölnyírt hajjal, vagy ilyen hátul hosszú, elő rövid frizurával? Tudod, milyen az? Az ilyen kisfiú frizura, hátul befonva egy tincs. Az a Bundesliga, nem? Igen, a Molett az amerikai Bundesliga frizura. Vagy segélyen élő Barbie, vagy képviselőnő Barbie. Simán lehet ennek piaca azért. Az volt rossz látni Amerikában, hogy tényleg nagyon el van hízva az a társadalom, és a legijesztőbb volt azt látni, és ott rájönni, ott megérteni, hogy a szegények azok, akik elhíznak. Tehát a csóró emberek között
arányaiban, tehát nagyságrendileg több a nagyon-nagyon-nagyon elhízott ember. Lehetséges, de Amerikában ez, de hogy mondjam, itt úgy sétálsz végig az utcán, hogy nem gondolsz folyton erre a problémára. Mert nem mászik az arcodba lépten nyomon Amerikában, meg úgy mész végig az utcán, hogy folyamatosan előtted van a probléma. Tehát nem tudsz másra se gondolni, mert olyan tehát érted, ott látod azt, hogy az, aki egészségesen étkezik, aki meg tudja engedni magának. Igen, mert a szarkaja sokkal olcsóbb. Egyébként pontosan. Mert a krumplis tészta olcsóbb, mint a húszöldsége. Amerikában, itt a Taco Bell a legalja. Az a legolcsóbb, és a legzsírosabb, vagy az igazi junk food olyan, mint amilyen. Az olyan, volna. Ez mexikói kaja igen. Lánc, nem? De az alja. De az alja, sokféle mexikói kaja lánc van kint. Aha. A legalja a Taco Bell ezek közül. De mit tudsz bevinni magadba egy kukoricatortiával egy hamburgerhez képest, mondjuk? Nem, sokkal borzalmas. Igen, borzalmas. A babból készült főzeléket, az bepanírozzák neked, és kirántják. Nem? Tehát, hogy ez nagyon metakaja. Hogyha a Taco Bellbe mész be, ott is tudsz választani igényesen, és akkor sokkal több pénzt fizetsz, de a csórók általában a Taco Bellbe járnak, és rettenetesen hízlal, és rettenetesen egészségtelen, és hát az az igazság, hogy Amerikában tényleg úgy működik a világ, hogy aki hülye halljon meg. Tényleg így működik a világ, és nagyon ijesztő ezt így európaiként látni. Vitatkozunk itt az SMS írónak az információjáról, amit kaptunk, hogy mindenféle molett és feketebőrű és ázsiai és kisebb lábú Barbie és a testképzavar kialakulása ellen normális, úgymond. Beirányzott Barbie került a piacra. Hát normális nőkre hasonlító Barbie. Na de vajon erre milyen piaci igény lehet? Én azt gondolom, hogy ez egy PR akció, hiszen felismerte a gyártó, hogy itt keményen rá lehet olvasni az elmúlt 50-70 évnek a szépség ideállal kapcsolatos alakulásából jó sokat. Ezeket a szerencsétlen nőket, akik nem tudják, nem képesek elfogadni a saját testüket, és nem tudnak együtt élni vele, és megnyomorítja az életüket, mindenféle étkezési betegségeket okoz. Ezek a cégek, ezek rohadgátlástanul deformálják az emberek fejében a szépet. Valójában mi emberek nem a saját szépérzékünknek engedünk akkor, amikor a szépet látjuk, és azt hiszük, hogy az most tetszik, akár erekcióval, akár nedvesedéssel, vagy bármi módon reagálunk erre. Ezek nem a saját érzéseink, hanem ezeket legyártották. Legyártották piárosok, legyártották marketingesek, kreatív értekezleteken találták ki, hogy mitől lesz erekciód, mitől nedvesedsz be. Ezeket a tömegmédiában a tudatipar gyártószalagjain formálják számunkra. Legyártják a szépet. És ebből gyártják le, a Barbie-ból gyártják le a szépet, és nem a normálisból. Nyilván hát ez ha nem... már, ebbe, most bocsánat, most beleszólhatunk? Persze. Hát jó. Kérlek. Jó, csak akartam itt a szavába vágni, de mondjuk ebben én teljesen egyetértek, bár akkor már nem azt gondolom, hogy ebből a Barbie a legdurvább, hanem akkor mondjuk a pornóipar ebből sokkal durvább, de egyébként nem gondolom, hogy a Barbie önmagában egyedül felelős, sok testképzavaros. Csak nagy a különbség a között, amit az ember mondjuk másfél éves kora és 6 éves kora között tanul meg. Meg amit 7 és 9. Fejlődik, meg más, ki, értem, hogy az egyikből fejlődik ki a másik, nem? Én nem vagyok egyébként erről meggyőződve, szerintem ezek különböző tünetek, de mindegyiket megkapja a gyerek egy bizonyos korban. Tudod, mi a véleményem? Kidobják ezeket a polcokra. Jól teszik, sőt, innentől kezdve egy picit lepereghet majd a kritika, mert ők már tettek ez ellen valamit. Csak azt gondolom, hogy ezek a választék Barbie-k, ami ugye nem a első vonalas Barbie, ők 3%-ot fognak a forgalomból jelenteni, és 97%-ban a vásárlók és a szüleik továbbra is azt a Barbit választják. És emögött meghúzódik ez az amerikai gimnáziumi kis társadalom, ahol a pompomlány vezető az a leggonoszabb háttérmozgató, és a hátvéd csávó hajfújogatós jóképű Ken frizurás csávóval jár. Megválasztják őket az év párjának negyedikeskor. Úgy van. És gyakorlatilag összeraknak egy ilyen 12 főből álló ilyen in-crowdot, ezt az ilyen belső kört, és
az nyomorgatja a maradék 300 diákot a komplett, nemhogy évfolyamban, az egész gimnáziumban, mindenki rájuk akar hasonlítani, vagy ellenük megy, amiből majd lehet, hogy művészettörténész lesz és kurátor lesz a Metropolitanben. Tehát nem biztos, hogy rosszul jön ki belőle, sőt általában azok nem feltétlenül nyertesei az életnek, akik ehhez tartoznak, ha csak nem eleve elrendelten, ugye már a szüleik is Santa Monicában laktak, és 8 gépjárművel jártak hárman. Akkor nem tud akkora vesztes lenni, de valamelyik meg vízvezeték szerelő lesz, és soha nem hagyja el a város határát. Mert minden gimnáziumra jut két ilyen szánalom, és ezt kell felismerni, hogy nem a világ urai, hanem egy gimnáziumban a két legjobban kinéző ember. Azt kész. Na igen. Jó, de hát akkor, amikor oda jársz a gimnáziumba, akkor ez az életed, meg ez a világod, és akkor nagyon megvisel, ha nem te vagy az a két. És ebbe kell beilleszkedni, ezért ezt a Barbie-t veszi meg. Vagy eljátszhassa legalább otthon, hogy jól alakult a gimnáziumi élet, ha már a gimnáziumban nem alakult jól, vagy középiskolában mindegy. De ez a konzum nőség, vagy konzum emberség, ez egy formátum. Ez egy nemzetközi formátum. Olyan, mint amilyen formátum mondjuk a McDonald's, vagy amilyen formátum mondjuk a DVD. Tehát egy formátum, hogyha te nem tudod, hogy ki vagy, akkor magadra szabhatod ezt a szolárium. Ezt az igen szűk választékot. De akkor nagyon egyszerű a képlet. Akkor ilyen francia köröm, ilyen műköröm vagy mi, akkor szolárium. Az nem, akkor... nem műköröm, csak amikor fehérre festi a végét. Na akkor az nagyon jó vagy műköröm. Az a félreértés, hogy a Barbie jó. Viszonylag ízléses, konzervatív, jól öltözött, gazdag családból. A műkörmös, szoláriumos, szájfeltöltött riherongyok egyáltalán nem a Barbie, hanem a Barbie-nak a rosszul lemásolt változata, paródiai, mint amikor a Mr. Bean restaurálja azt a festményt egy smiley-val. Ezek a pláza... Hát a Barbie-ból ezt is, ezek, meg azt is nem, csinálhatsz. Tehát nem, ők a Barbie lelke. Én azt gondolom, hogy ők a Barbie lelke. Aha. Valójában tudod, mit gondolok? Őszintén, hogy a Barbie az 17 éves, és azért néz ki így. Hogyha a Barbie, ha a Barbie 35 lesz, akkor ez a nincs más, érted? Ez a pláza lény válik belőle. Ez születik belőle. Tehát, hogy ez szerintem elkerülhetetlen. Sose mondták Barbie meg a Barbie korát. Barbie az nem 17 éves, hanem 27 inkább. A Barbie az 27. Szerintem egy az egyre, hát mondjuk, inkább, mint 17. Hány éves Barbie? 0630-2010-909, erre vagyunk kíváncsiak. Jogos a kérdés, mert itt tenném fel a vonatkozó másik kérdést, hogy volt-e gyereke a Barbie-nak? Tehát, hogy nem most, ma, amikor már így észbe kaptak, hanem mondjuk 1979-ben volt-e terhes Barbie, volt-e kis porontj otthon, mert ha igen, és 17 éves, akkor egy újabb problémához érkeztünk. Nem, valószínűleg Barbie éppen el van jegyezve Kennel, és házasság előtt nem lesz gyerekük, mert az nem nagyon amerikai állam. Van ilyen, de már van ilyen nem szexelő gyűrűjük is, biztos. Már jegybe járnak? Szerintem igen, igen. Aha, értem. Jó, nem tudod. Az is olyan nagyon decens és tisztességes. Tudod, az igazság, hogy... Stimmel a képbe. Hogy igen, ez a jegyben járnak, de még nem szexelnek. Hát azért talán az, de... Hát hogy szexelnének? Hát nincsenek nemi szerveik. Na jó, de hát ez mondjuk így a képből nem derül ki. Azért akad... Gyerekek nem csinálhatnak csúnya szexjeleneteket a Barbie-kkal, de hogy Barbie és Ken az éleple alatt, amíg a gyerekek alszanak, mit csinálnak, ez egy másik kérdés. Szóval, hogy a Ken az tulajdonképpen a Cristiano Ronaldo képében jött el, értünk, és hozott egy olyan brandet, amelyben már a férfiak is plázásíthatják magukat. Az azt jelenti, hogy legyárthatod magad e szerint a nemzetközi nagyon steril trend szerint. Ez azt jelenti, hogy van a köztes tér, van a kultúramentesített tér, olyan, mint a repülőtér vagy a pláza. Hogyha azon belül vagy, és nem látsz ki az ablakokon mondjuk, mert úgy törik a fény, akkor nem tudhatod, hogy melyik kontinensen vagy, hogy hol vagy éppen, mert semmi. Tehát ez az interzóna. A világ interzónája ez a pláza. És ez most már legyártotta, kitermelte a maga embereit is. És a Barbie az ennek volt egy nagyon korai prototípusa, ebből a Barbie-ból született ez a pláza lény. Ez amelyik a formátum szerint készül, szolárium,
ezek a körmök, akkor van ez a szemöldököt kell szedni, nem kell föltölteni a szájat például, egyáltalán nem kell. De ezt mind rosszul képezték le szerintem. Csak festetni kell a hajat, csak, tehát hogy mondjam, lehet ezt is lehet, mint ahogy mindent, vagy bármit, ízlésesen és ízlés nélkül csinálni. Ízlés nélkül sikerült lemásolni. Sok én azt helyen, gondolom, igen, hogy a Barbie jóval ízlésesebb, mint azok a lények, amik lettek belőle. Mondok egy-két érdekességet, nem Malibuból származik, ami mondjuk Santa Monica-tól egy pár kilométeres lövés, tehát nem jártunk messze, hanem Wisconsini, ami szerintem ilyen, hát az öttó vidéke nagyjából. Ezen kívül teenage fashion modell, ez volt a dobozra írva eredetileg, tehát eredetileg 17 évesnek szánták valóban. No csak, 17 kötőjel 22 írja a hallgató. Ez azt jelenti, hogy 22 évesen megáll az öregedésben, vagy visszaugrik 17 éves korra. Körbe-körbe megy. Ezen kívül az évek alatt 7 testvére jött ki. Skipper, Stacy, Chelsea, Chrissy, Kelly, Tutti és Todd. Én Skipper akarok lenni. Én Tutti. Tutti nagyon jól hangzik. Egy Skippert! Anya, vegyél egy Skippert! Nehogy azt hitt, hogy ez nem szerepelt az oviban. Szörnyű egyébként ez a kívánság, hogy egy Skippert. Pedig ez pont tök volt. Ebből szerintem, akit most felsoroltál, ebből talán kettőt vagy hármat ismerek, de az anya, vegyél egy Skippert, az nagyon is. De mi a Skipper, az ilyen hajós kapitány, vagy... Egy frász. Vagy kutyanév. De nem, az is egy ilyen Barbie lány, csak egy kicsit, azt hiszem, alacsonyabb, mint a Barbie, és kicsit sötétebb a haja, de... Ő már gender Barbie? Hát ettől tám még nem. Nem arányos a teste azért. Nem, ő se tud megállni a lábán, és neki sincsenek valós emberszerű. A Barbie, az mennyire nyomorult. De azért dől el a Barbie egyébként, nem azért, mert kicsi a lába, hanem azért, mert ilyen, most ezt nem tudom, hogy mutatni a rádió, de ilyen spicben van neki a lába, mert hogy a magas sarkot rá lehessen adni. Tehát valami szép az, akkor a fény visszaverésre szolgál, nem arra, hogy A-ból B-be jusson vele. Az a helyzet, hogy a Barbie-nak nem hajlik a térde és a könyöke, úgyhogy képzeld el, milyen gerincás lehet. De az, amelyiknek meg hajlik a térde, az meg rusnya. Ugye, na, az meg, ott van a protézis olyan, tehát tényleg azt látod, hogy, át van furva a térde, és akkor ott valami ízületen ott mozog. Hát így már nem jó, hát, mert elrontja a szépségét, nem tudja olyan szépen megcsinálni, mint a teremtő Isten, érted? Vegyük észre, hogy összefügg az, hogy a bugyit nem lehet levenni róla, és még a térde se hajlik. Nem, itt arról van szó, hogy a Barbie-nak nem mozognia kell, nem állnia kell, a Barbie-nak látszania kell. És ezen a téren nem szabad semmilyen kompromisszumot tenni. Itt arról van szó, hogy bármiféle mozgás vagy megállás az a Barbie látszásának a rovására menne. Tehát mozogna, meg megállna a lábán, de már nem olyan szépen. Uh-huh. Mint amikor nem áll. És akkor így a Barbie félig meddig a képzeletedre van bízva, mert meg se áll. Tehát világos, tehát már eleve azt is el kell képzelned, hogy kaptál egy játékot, és eleve, hogy megáll a lábán, azt is már csak úgy meg kell támasztanod. De ülni tud, például a kabriójába be tud ülni, mert ott a hátát meg lehet támasztani az ülésbe. Tehát azt kell a gyereknek megtanulni, hogyha egyensúlyt akar a világban, és nem szeretné, ha Barbie feküdne, akkor vagy fölvesz egy magas sarkut, vagy beül Ken mellé a kocsiba. Ennyi esélye van a talpon maradásra. Akkor sincs esélye, ha magas sarkú van rajta egyébként. Sajnos akkor sem, meg tapasztaltuk sokszor. Döbbenetes üzenetet kaptunk, azt írja a hallgató, jó estét, 2002-ben kapható volt Magyarországon terhes Barbie kivehető kisbabával. A hasánál volt kivehető a baba. És hány hétig lehetett kivenni? Azt ki lehetett venni bármikor. Na. De az nem abortusz, akkor megszületik a baba, ne ízetlenkedjél. Hát én csak értelmeztem. Ez leginkább még egy császármetszés. De ha a karácsonykor megkapja 24-én, de 25-én már kín van a gyerek, akkor az, és szerintem tudod, az még nem oké. Tudod, hogy azt csinálod, hogy amikor a Barbie megszüli a gyereket, akkor így kiveszed a gyereket a Barbie-ból, a terhes Barbie-t azt rögtön leselejtezed, és előveszed a gyönyörű szép jócsaj Barbie-t, és már megszületett a babája. Érted? Tehát így ennyivel megoldod a problémát. Nem, de lehet, az is, hogy lehet kapni hozzá íze lapos has kiegészítőt, biztos. Lecserélhető. Aha. Van egy köztes lépés, a Rubin Tréka DVD Collection, ami a kettő között kimaradt. Nem, hanem te csak előveszed gyakorlatilag a fiókból a szülés előtti Barbie-t. Ez a fitness Barbie, ez szerintem alap, ez valószínűleg az első Barbie között már volt. Fejpánt és torna DVD, vagy akkor még videó. Nem vagyok biztos benne, hogy lehet, hogy sportolt Barbie, meg mondjuk ilyen pompomlány volt,
De nem sportos, hanem ő egy jó genetikával rendelkező, alapvetően vékony. Hát az attól függ, hogy mikor, nem tudom pontosan, egy kicsit keverem ezeket a korokat, de ez az aerobik őrület, ez mikor lett Amerikában? Ez a 80-as évek, ez a Jane Fonda. Ennél nem ez előbb valami. Nem, az a 80-as évek mond. Jane Fonda. És a Jane Fonda is sokat tett egyébként ennek a barbiságnak, ennek a születéséért egyébként. Ezzel mert hogy a sport az valójában mit jelent Barbie számára, a televízió készülék előtt ugrál, legfeljebb egy ilyen kis 10 centis kis lépcsőnyyi zsámolyt rak föl, és akkor arra így föllép, lelép róla, aztán megint föllép, megint lelép róla, és valamilyen a fülhallgató van a fején, és azon hallgat valami nagyon ótvar zenét, ami szintén ilyen rózsaszín cukormászból vannak a hangjegyek, és akkor arra így lépked. Hát az a Jane Fonda szerintem azért a tömegsportért is viszonylag tett valamit. Ez ja igen, de a Jane Fonda valójában azért tett, hogy a sport az ezt jelentse. Ezt jelentse. Egy ilyen talapzatra való fellépés és lelépés. De ez nem sport, hanem testmozgás, és azért tett, és azért tegyen is. Jó, tegyen. Szerintem ez tökre rendben van. Bíróica, Rubintréka. Ja, tényleg a legjobb kulturális kontextusok ezek. De ez nem egy kulturális kérdés. De én meg azt gondolom, hogy sokféle, de ez is kulturális kérdés. Sokféle sport van. Tehát nem a sport vagy nem sport közül kell választani ilyenkor, hanem van például labdajáték, van például aerobik. És szabadjon nekem az aerobikozást nem alapból a sörivással meg dohányzással összevetni, hogy melyik a jobb, hanem szabadjon például a focival, vagy a tenisszel, vagy egy csomó minden. Ezért mondtam az előbb, hogy nem sport, hanem testmozgás, mert a sport a számomra, persze én hülye vagyok hozzá, meg nem érdekel, de az valamilyen verseny, valamilyen együttműködés és szabályok között egy nyertest hirdetnek. Vagy verseny, vagy játék. De a kondizás az meg testmozgás. És egyébként sokkal hasznosabbnak látom, mint a másikat. A focival, meg a kosárral, meg a rögbivel, de nagyon valószínű, hogy azok, akik a Jane Fondára kezdtek el aerobikozni, azok előtte nem fociztak, hanem előtte ültek a kanapén. Tehát ilyen tévésopoztak. Ez pontosan a középosztálybeli amerikai házi asszonyoknak a... No, nem akartam hiszi, nem akartam labdajáték soviniszta lenni. Már ha létezik ez a szó. Most már létezik. Ja, megteremtettem. Azt írja Beatrix, hogy bármi is lesz ma a téma, barbizás vagy Barbie vetkőztetés posztunk alatt. Gyermekkorom a Kádár rendszer bálványának sárba tiprása lesz az. Nekem Barbie baba volt a példaképem akkor is, amikor jelentéktelen jó tanuló voltam, és őszbe borulva azon kapom magam, hogy Barbie baba életét élem, Ken főz is, és takarít is. Ez nem Barbie baba élete, ez sokkal jobb. Barbie baba, könyörgöm, a Barbie az valaha is takarított. Barbie soha... Barbie-nak bejáró nője volt, Barbie, de biztos, Barbie hogy Ken sem takarított. Nem takarít, de főz Barbie? Szerintem nem. Szerintem legfeljebb De hálaadás pulykát. Na igen. Ha már ezt a konzervatív amerikai igen, boldog család igen, modern igen, nézzük, igen. Akkor ott igenis... Anyu főz a szép de ne, kockás... Ne, azért, de, a főzken pedig felvágja a pulykát. Igen, de Barbie nem fog örökké... De Barbie nem fog örökké a szülőkkel lakni, már csak azért is, mert a szülők nem készültek el soha. Ez egy fikció, hogy a szülőknél lakik. Valójában Barbie-nak van egy Barbie háza. A szülőkhöz. Az lehet, nem. Meghívja a barátait. Hálaadáskor sem megy a szülőkhöz Barbie, hanem meghívja a barátait, akik átjönnek és flekken sütnek. Annyira nem tudom elképzelni, vagy hogy ilyen, Barbie tudod, házi munkát jó, végez. Nem, tudod, ilyen kerti parti van, és mivel hogy ott folyton nyár van, este megvágják a pulykát. És akkor megeszik a pulykát, és akkor átjön Skipper, meg a barátai. Te szeretném megérteni, hogy ki volt a real life Barbie. És azt gondolom, ez ilyen szőke jó csajok, a Britney Spears, tudod, meg a Christina Aguilera, ők nem. Mert ők pop énekesek, hanem inkább a Paris Hilton az, aki úgy tényleg semmi nem más elég nem sem, csinál, csak nem elég semmire kellő van, nem elég semmire nem kellő valaki, aki csak én legalább csak énekel. Tehát, hogy itt már egy karaoke hercegnő, az túl nagy szakértelemmel, meg szaktudással rendelkezik ahhoz, hogy Barbie legyen, mert a Barbie alul képzett ehhez. De a Paris Hilton sokkal közönségesebb, mint a Barbie. Szerintem sokkal közönségesebb. Azért a Barbie-ban tényleg... Ő a hiányzó láncem, a plázacicák és a Barbie között. A Barbie-ban tényleg, legalábbis az eredeti koncepcióban, de hát az nagyon sok évtizeden keresztül ugyanaz volt, vagy nagyon hasonló. Az egy sokkal elegánsabb, meg sokkal visszafogottabb, meg ez, amit mondtunk itt, ez a republikánus izé, lehet, hogy nagyon csini, meg nagyon szexi is, tulajdonképpen magam ugyan, de nem Paris Hilton. Szerintem sem sutyó a Barbie. Tehát hozta ezt a képet. A Barbie nem villant ilyen partikon, és nem vedeli talajrészegre. De világos, hogy nem. Csak a Paris Hilton az már egy Barbie
csak annak a sorsát, annak a sorsnak a terhével. Tehát neki már a barbiság sorsát el is kell hordania. Aha. Tudod, mi a Paris Hilton? A Barbie, akiből valóságshowhős lett. És ott van neki a végtelen idő, a végtelen pénz, a végtelen férfi, a végtelen kokain, a végtelen domperinyom pesgő, a végtelen mennyiségű Bentley, a végtelen mennyiségű repülőgép, és sziget, és valóságshow, és saját tévécsatorna, és minden, és mindehhez a Barbie erkölcsi, szellemi, lelki, teljes személyiségbeli karaktere, és abból ez a Paris Hilton válik. Nekem olyan benyomásom van, mint a, van ez a tanulságos játék, amikor valaki elmond egy történetet súgva valakinek, ő továbbadja, ahogy hallotta, és ezt 8-szor továbbadják, és az utolsó ember elmondja, hogy mi volt a történet, és összevetik az eredetivel. És hát jót nevetnek, mert hát nem sikerült pontosan elismételni. És ez a másolata a Paris Hilton a Barbie-nak, és ennek a Paris Hiltonnak a másolatai a Plaza Cicek. Tudod, mi a Paris Hilton? Az a Barbie, akinek kihúzták a sorsjegyét. Aki az igazi győztes. Nagyon sok Barbie szerette Paris Hilton lenni. Sorban állnak a Barbie-k. A Barbie az egy prototípus, a sorozat gyártva van. Abból százezrek, több százezer Barbie várja sorsjeggyel a kezében, hogy kihúzzák, és ő belőle legyen a Paris Hilton. Továbbá Békés Dórával. A gonosz, a metafizikai gonosz eredetét, a gonosz természetét, a gonosznak a kulturális helyét és szerepét keressük. A gonosz az vajon mi van a mélyén a gonosznak? Van valami eleve sötét, rossz a teremtésben? Vagy pusztán a fény hiánya a sötétség? Pusztán a gonosz az nem más, mint a jóságnak a teljes hiánya. Erről beszélhetnénk esetleg, meg beszélhetnénk a James Bond filmeknek a fő gonoszairól, akiknek a gonoszsága az szerintem kb. Olyan, mint a metafizikai gonosz. Hogy így nincs, nem értjük az eredetét. Ugye a metafizikai gonosz az nem úgy gonosz, hogy valaha ő jó volt, aztán valaki nagyon megbántotta. És akkor bosszút fogadott, és azt mondta, hogy akkor most megutáltam a világot, és onnantól kezdve gonoszságokat csinálok, hanem ő a gonosz, ő a teremtésben a gonosz, a sötétség helye, ő a sötétség trónusán áll, nem megromlott, nem elromlott, nem élethazugságban él, nem tévejeg, hanem ő egyszerűen a gonosz. De most ezek a 60-70-es évek James Bond gonoszai, szerintem a 90-es évektől találtak valamilyen, tudod, média mogul, vagy valamilyen hidegháborús indítékot. Csak újra maszkírozzák. Szerintem a James Bond filmekben nincsen semmi változás, az egy ilyen teljesen kész formátum. Ott a gonosznak nincs története igazából. Tehát újabban egyébként, most így az elmúlt két James Bond filmben már azért a gonosznak is volt saját története, meg a megromlásnak a sztoria, de alapvetően a klasszikus, valóban a klasszikus gonosz, az, a Javier Bardem gonosz. Az a Javier Bardem gonosz, volt, mert az ügynök volt. Az ügynök volt. Na, és az inkább az talán bosszú sztori is volt. Igen, na? Igen, de ez a Sam Mendesnek már a munkája. Tehát már a Sam Mendesnek a személyében felkértek James Bondot gyártani valakit, aki tud sztorit írni, aki jó filmrendező. Tehát eleve így lett a James Bondból valami valóságos, de ezzel meg végleg kivéreztetik magát a legendát, mert ugye a James Bondban, aki szereti a James Bondot, pont azt szerette, hogy kamu. Tehát pont a kamut szeretted, vagy akkor mit szeretett benne, ugyan mit? Hát ezt a pojác, a pózörködés, a James Bond is egyfajta Ken figura. Egy ilyen kellemes, pesgőző, kis ujjeltartó ember, aki úgy nem lesz vérfoltos, hogy percenként öl meg valakit. De nem csak ez, hanem aki úgy viselkedhet pszichopataként, hogy nem pszichopata. Tehát nem kell pszichopatának lennie, elég egyszerűen a királynő titkos ügynökének lennie, és megkapja a License to Kill felhatalmazást, kvázi azt, hogyha egy akcióban a te tested akadályozza, akkor ő téged megölhet, és az törvényes volt, azt a brit birodalom azt így elfogadja, hogy az egy jogos és indokolt veszteség. És nincs egy szenvedés utána mögötte, hogy lelkiismeret furdalása lenne. Semmi, azt a királynő majd szenved, amikor ha akar. Amikor a barna garbó helyett átvesz egy okker színű garbót, akkor elmúlik a lelki gyötrelem is, kivéve George Lazenby-nél, aki megházasodik, és azonnal lelövik a feleségét, az ő felsége titkos szolgálatában. Nem lett volna szabad megtörténni. Meg talán a Velencében valami liftbe fullad az egyik csaj
a 2000-es évek egyik James nem Bond döbbene, nem döbbenetes, hogy a James Bond az soha, bár titkos ügynök, a briteknek a titkos ügynök a hidegháború kellős közepén, és nem érdekes, hogy soha oroszok ellen nem vetik be egyáltalán, soha nem a ruszkik az ellenség, soha nem másik állam az ellenség, hanem mindig egy őrült, akinek valami sav végigfolyt az egyik arcán, és van egy fehér macskája, amit így simogat, és közben így van előtte egy ilyen iszonyatosan nagy ilyen vezérlő irányítópult, és egy egész ilyen vezérlőterem, ilyen fehér ruhás egyforma alkalmazottakkal. Bármilyen szoba a világon való villa szinten be van nekik a melázva. Igen, és mindez az északi sarkon, vagy valamilyen egzotikus helyen, és simogatja a fehér macskát, és azt mondja a Bondnak, amikor éppen megölhetné, és így hat emberének bármelyikének azt mondaná, hogy öljed meg az ügynököt, az azonnal Bondnak vége lenne, de ő nem, hanem ő úgy fogja elpusztítani, hogy először is megkötözi, felszerel egy bombát. Egy rakétafejhez hozzá kötözi. Rakétafejhez hozzá kötözi, és azzal fogja kilőni az űrbe, és visszaszámlál 4 percet, majd pedig elhagyja a helyszínt, és Bondnak így marad 3,5 perce, hogy valami kütyűvel, amit Q-tól kapott, kiszabadítsa magát, de soha nem a ruszkik ellen, soha nem a hidegháborúban, hanem mindig egy magányos őrült ellen, aki el akarja pusztítani a világot, de arra sosem térünk ki szemmendeszig, hogy miért? Miért akarja elpusztítani a világot? Bocsánat, de nem volt egy olyan James Bond film, aminek az valami olyasmi volt a cím, hogy Oroszországból szeretettel, de semmi orosz nem volt? Volt egy másik ügynök, egy ruszki ügynök, akit Bond megdugott. Ez volt az ország. Együttműködtek, igen, úgymond. Ja, igen, ennyi volt a rossz ország. Nem nagyon tudok most ezt hozzászólni, hogy egyetlen egy James Bond filmet sem láttam rendesen egészbe. Azt mondom, hogy egyet néztem meg odáig, hogy egy figurát bezártak a Casson kamrába, és ott nagyon csúnya vége lett, és még ezt láttam is félállom, de nem tudom, ez melyik volt. De nekem az egyik legrosszabb emlékem gyerekkoromból, ez a James Bondhoz kapcsolódik, az egyik filmben, a Moonrakerben, amikor van egy nagyobb űrhajó, ami megeszi a kisebb űrhajót, és közben ilyen űrsétán van az egyik űrhajós, és azt így leválasztják, és így elvágják a gégecsövét, és így ott marad kint az űrben, és ott lebeg kint az űrben így örökre. És ez valami annyira rettenetes, hát, hogy ott éreztem ezt az ilyen totális, fokozhatatlan kozmikus magányt, és ezt az ilyen teljes ilyen nyomorúságát az embernek, meg ezt a kilátástalanságát a technikai evolúciónak, hogy mégiscsak ide a semmibe vagyunk bezárva, és akkor itt próbáljál meg kitalálni valamit. Akkor ezt a gravitációban újra átélhetted, nem? Nem abban igen, de hasonló úrokon játszik, csak tudod, azt ilyen 5 évesen láttam, érted, és akkor az ilyen nagyon megütött. De a főgonosznak ez a kivégzés praktikái, a Do It Yourself kivégzések című könyv szerzője, a főgonosz, nekem a Kim Jong-unban kicsit visszaköszön, nem? Tehát ő végeztette ki úgy aztán a hadügyminiszterét, hogy légvédelmi rakétával melbelövette. Tehát valami ilyen, az tényleg az a kabaré paródia szintet eléri. De nem elképesztő, hogy ezt az államot azért hozták létre, hogy a gazdag a szegénytől volt a jövőben. Ne zsákmányolja ki, meg ne hatalmaskodhasson fölötte, és abból az lett, hogy az egyik politikus, a másik politikust egy légvédelmi rakétával lövi melkason. Tehát ez valami félrement, gyerekek, és ez az Észak-Korea az utolsó ilyen paródiája ennek a bolsevizmus nevű kísérletnek. Van az a vicc, amikor a boszorkány a királyfinak azt mondja, hogy ha eltalálod, milyen állat ül a vállamon, akkor megdughatsz. Tudod, és mit tudom én, ül a vállán egy majom, és nyilván a királyfi valami olyat mond, hogy mongóz, tudod, vagy gyík, és azt mondja a boszorkány, határeset elfogadom. És körülbelül ennyi köze van a megvalósulásnak az eredeti tervhez. Na igen, a határeset. Én nem tudom elképzelni, hogy ezek a főgonoszok, ezek egyáltalán léteznek. Tehát nincs egy ilyen se. És pont az a lényeg, hogy a világ a sokkal, de sokkal összetettebb rendszer annál sem, hogy egy ilyet egyetlen egy főgonosz is meg tudna valósítani valaha. Az egész James Bond egyetlen egy kamu, tulajdonképpen ilyen ügynök paródia, egy ügynök paródiának a sorozatgyártása újra meg újra, ugyanannak a hogy nevetséges szituációnak, és egyetlen egy főgonosz nem tanul az előző főgonosz hibájából, hogy hát ha egyetlen tanulságot tudnának, hogy ha megölheted Bondot, öld meg. Lesz alkalmad. De nem.
azt firtatjuk az önkényes mérvadóban Békés Dóra jelenlétében, hogy mi a gonosz, mi lehet a gonosz, és a főgonoszokról beszélgetünk egyelőre a James Bond filmekben, amely filmek egyébként ugyanúgy fölhúzhatók egy ilyen kaptafára, mint a Columbo. És pontosan ez a formátum az, ami megbukott az elmúlt pár James Bond filmmel, ahol már tényleg történt is valami, mert egy átlag James Bond film a 60-as évektől kezdve mindig ugyanaz volt. Az elején valakiket megmenekít úgy, hogy épp hogy meghal, nagy robbanás, utána belelő a kamerában, lefolyik a vér, jön a jó zene. Utána bemegy a munkahelyére, ott ül a Moneypenny, aki nagyon szeretné, ha megdugná a James Bond. De a jó zene alatt is a pisztolycsőről lógnak le nők, akik elengedik a pisztolycsövet és lezuhannak. Igen, már ott is csajok vannak. Akkor igen, a melóban nem csinálja meg a kolléganő, csak földobja a sapkát a fogasra. Alapot? Elmegy a kütyüs csávóhoz, elmegy a főnökéhez, ott fölveszi a megrendelést. Már látjuk a kütyüket, amikre később szükség lesz. Igen, igen. És utána elutazik legalább 6 országba, olyan szállodákba, ahol egy éjszaka kerül annyiba, mint 3 hónap nyaralás családostul bárhol. És tönkretesz pár jó kocsit, és ami nagyon fontos, hogy a film során mindig megdug 2 nagyon jó csajt, akiből az egyik kém és meghal, és ellene fordul, a másikkal viszont hentereg a film végén, és akkor ilyen elfordítja a kamerát, vagy a sapkát dob a kamerára, vagy maga az MI6 ügynöke, aki ezt mind videón látja, így udvariasan kikapcsolja a képernyőt, hogy hát hagyjuk pihenni, mert megint megmentette a világot. De van olyan, hogy ő feláldozza az egyik csajt, aki ártatlan. Nem az a terve, hogy feláldozza, de csalíteknek használja. A gonoszt csapdába csalja. Úgy képzeli, hogy majd meg fogja tudni menteni a csaj, de nem sikerül, és a csaj meghal, az ártatlan csaj, és a Bondon nem látni semmit. Semmit. De az sem, hogy tanult volna az esetből. Nem jellemző. Mondjuk, hogy tanulna, ha állandóan lecserélgetik. Ő igazából az a pszichopata, aki nem pszichopata, tehát szabad neki. Isten, a James Bond is pszichopata, várjál. Hát nem, a James Bond az a koncepciója az az Ian Flemingnek, hogy a James Bond az annyira kiégett, hogy már ő már, vagy annyira jó lefolytó, hogy ő már nem látsz rajta semmit gyakorlatilag, nem pszichopata, csak már annyira régen csinálja ezt, és már meg tudod, minek a hazugsága a James Bond hazugsága? Hogy a vodka martini meg a drága luxus körülmények azok így képesek konzerválni. És így megállítják az időt, és így elérzéstelenítik az embert. Így az egész személyiség formálódása, meg fejlődése az megáll. Benne változásnak lehetősége már nincs, mert már nincsen hova. Már annyiszor megdukta, és már annyiszor megölte a legveszélyesebb, illetve legvonzóbb. Mert hogy valójában ezen a tengelyen fut az összes James Bond film. A gonosz, amelyik veszélyes, és a csábító, amelyik szép, és amelyik izgalmas, és amelyik élvezetes. És ezen az élvezet és halálos veszély tengelyen zajlik a James Bond élete. És már mind a két relét annyira túlfeszítette, és már annyira kiütötte a biztosítékot mindkét oldalon, és annyiszor, és annyiféle módon, hogy már nem érez semmit, már nem látszik rajta semmi, és ezt az egész keretet, ezt a James Bond nevű halálos gépezetet, ezt ő most már odaáldozta a királynőnek, és ezzel akármi fog történni, egy biztos, hogy első a királynő, második az alkoholizmus és a szexmánia. Ezek azok, amik meghatározzák a világát a James Bondnak. És akkor érdemes ebből egymás után 15 ilyen filmet megnézni? Igen. Tehát, hogy meg kéne nézni belőle legalább 3-at. Valójában nem érdemes, és egyáltalán nem kéne megnézni. Csak te már lehet. De nem tudsz ellenállni neki, hogy még egyszer megnézd, ugyanaz kicsit másképp. Bármennyiszer jól megnézni. Mégse tudsz ellenállni. Van egy pervers kíváncsiság, hogy most hogy fog megtörténni ugyanaz. Mert azonosulsz a főszereplővel, és miért ne akarnál olyannal azonosulni, akit nem tud megölni a gonosz ellenséges ügynöknő, aki gyönyörű, viszont legalább szexelnek. És nem lehet, hogy a James Bond az olyan, mint a Barbie egy kicsit, akivel azonosulnál, de senki. De, sőt, senki nem azonosulhat vele. Azt írja Buckinger Péter a Facebookon, hogy James Bond maga a Playboy, nem tudja, hogy közvetlenül alkotta-e Hefner papa, de érdekes, hogy mindkettő 1953-ban indult el az útján. Meg az a különleges, hogy ma nem lehetne egy ilyen ennyire macsó
szó karaktert létrehozni, mint amilyen a James Bond. Tehát ezt a gender James Bondot egyébként most már vannak is kísérletek a szintén a Sam Mendesnek a védnöksége alatt, hogy azért a James Bondot is mentesítsék ettől a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon macsó, nagyon-nagyon szexista attitűdjétől. A James Bondnak tényleg semmit nem jelentenek a nők. Tehát a nő az az Aston Martin márkájú autó, meg a vodka martini mellé van besorolva. Az egy státuszszimbólum, az valójában a nő arra való, hogy a Bondnak az emelje az ő fényét. És az élvezetét szolgálja. Az a legszebb, hogy a James Bondnak a szerencse is egy beépített eleme a saját fegyvertárában. Simán közpénzzel beül a kaszinóba, amiből egyébként Black Mirror-t is lehetett volna gyártani, és gondolkodás nélkül ilyen millió fontokat dobál föl ilyen szolid kaszinókban, tudod, Monakóban, vagy valami Kodd az űrön valamilyen szarvitilló aljában. Igen, de hogy ő neki az a hozzáállása, ahogyan bemegy egy ilyen helyre, ő már mindent feláldozott. Tehát, hogy ő neki az a hozzáállása, hogy ő neki itt senki szemrehányás nem tehet. Egy köszönettel tartozik a királynő, aztán le van rendezve az egész, jó? Tehát, hogy nehogy már itt még bárki egy szót szóljon, hogy ő mennyit játszik el ezen a rulettkeréken, amikor ő mindig az életét viszi a vásárra a királynőért, meg azokért a nyomorultakért ott a szigeten, akik a seggüket nem bírják fölemelni a tévé elől. Ő meg az életét kockáztatja minden nap. Na jó, de most ebben ne menjünk bele, hanem akkor én most ezt a pénzt eljátszom, utána megmentem a világot, és mindenki befogja a száját. Jó, ebben maradunk, oké? Okay? Nem magamra költöttem, jó? Ja. Na és milyen lett az új James Bond? A kicsit árnyaltabb, mert nem tudom hány film volt ebből eddig, 20 vagy 22 vagy nem? Nem tudom, nem lehet a James Bondnak a szenvedését komolyan venni. Többször megpróbálkoztak már időről időre azzal, hogy James Bondot megpróbáljuk. Érző lényként ebben. Igen, és ez még eddig soha nem sikerült, és az az igazság, hogy olyan mennyiségű ember halála felett siklott el a James Bond már, hogy a lénye nem nyert teret. Tényleg kétdimenziós, tehát a James Bondnak nincsen mélysége. A James Bondnak nincsen mélysége. A James Bondnak annak stílusa van. Na ő pontosan az a valaki, aki a hiányzó személyiséget, azt ilyen külsőségekkel, mert valójában mi a James Bond személyisége, hogyha a mélyére nézünk a figurának. Végtelenül cinikus, végtelenül kiégett, végtelenül macsó, és igazából tiszteletet egyedül a korona iránt érez. És még, hogy mondjam, és még ott is úgy van vele, hogy így ő a tettekkel, nem a gesztusokkal. Úgy jutottunk el ide, hogy ugye a James Bond filmekben jellemző egy főgonosz, és az a kérdés, hogy az a főgonosz, az mindig csak úgy főgonosz, ő most épp meg akar ölni mindenkit, vagy meg akar gátolni mindenkit valamiben, vagy el akarja értékteleníteni a pénzt, vagy minden bankszámlát egybeolvasztana, vagy nem tudom, szétlőni a földet valami űrállomásról. De hogy mi a gonosz, hogyha valaki nem pszichopata, akkor a gonoszság az nem azt jelenti, hogy minden, ami neked egy picit jó, az valaki másnak picit rossz, vagy mástól veszed el, és hogyha már neked a plusz egyel picit jobb, az már semmit nem jelent, viszont valaki szenved tőle, akkor gonosz vagy. Vagy ha neked úgy jut több, hogy már rég nem kell, de még mindig mástól veszed el, akkor már nem önző vagy szerintem, hanem akkor már az már gonosz. Ahogy a James Bondnak a szuperképessége a szerencse, úgy a James Bond főgonoszainak a szuperképessége az a gonoszság. Ők annyira gonoszak, és nagyon intelligensek emellett, mondjuk az a Bond is nagyon intelligens, ezt tudjuk, de ők annyira gonoszak, és az ő gonoszságuknak annak nincsen eredete, tehát hogy ők egyszerűen csak gonoszak. Nincs alapja, és én azt gondolom, hogy a gonosz a világban az valójában egy hazugság. De ez nem végtelenül ostoba így? Vagy nincs neki oka, hogy ő gonosz, csak úgy ott van és gonosz, tehát Én azt mondom, hogy én teljesen üresbe pofázok, mert én nem láttam ezeket ostoba, a filmeket. Tényleg ostoba. Csak paródiáit láttam ezeknek a filmeknek, és tulajdonképpen... De ezek a filmek paródiák önmaguk. Pont az volt, és olvastam is egy ilyen értelmezést, hogy az egész James Bond történet, ez egy nagy paródia. Igen, itt a paródia paródiáit láttad. De az, hogy nincsen benne, tehát attól, hogy nem tudjuk, hogy miért gonosz, csak így gonosz, hogy legyen, amiről szól a film, ez nem ilyen minden emberi hiányzik belőle... Minden emberi értelmezhetőség, amiért érdemes megnézni egy filmet, hogy vannak benne karakterek. Karikírozza a gonoszt, ahogy karikírozza a menőt, mert hiszen bármilyen menő ügynöknek, vagy nem tudom, hős katonának
is, ha bemegy pörgetni a kaszinóba, egyszer csak kijön a bank és veszteni fog. Nem. De James Bond nem veszít, és a gonosznál meg nem vagyunk kíváncsi. Ez nem karikatúrának készül. Arról van szó, Dóra, hogy bármilyen eddig ismert gonosznak a jelképe a fő gonosz. A 60-as években a James Bond filmek még nagyon izgalmas kémfilmek voltak. Szórakoztató és fordulatos kémfilmek. A 90-es évekre, meg az ezredfordulóra ebből egy akciófilm lett. Már a 80-as években a kémfilm akciófilmé kezdett válni, de nem vált teljesen akciófilmé, és végül az ezredfordulóra teljesen akciófilm lett belőle, és termékbemutató. Tehát a Bondnak mindig bizonyos márkájú órája volt, bizonyos márkájú telefonja volt, bizonyos márkájú autója volt, ezeket valójában a James Bond az egy kiegészítő lett, egy márkavédjegy lett, tulajdonképpen egy brand lett, és megszűnt történet lenni, megszűnt krimi lenni, igazából már se krimiről, se kémfilmről nincsen szó, hanem egy akciófilmről és egy termékbemutatóról van szó, és az eleganciának erről a durva és keményen szexista karikatúrájáról van szó. Nekem egyébként a helyét átvette Bourne. A Matt Damon sorozat. De az is szörnyű. Nem, de szerintem az rendben van. Nem tudom, nekem én nem bírom. De talán csak a Matt Damont nem bírom. Szavar, hogyha egy takarító matematikus, mi? Igazából az lenne jó, hogyha mindenki legalább karácsonykor megvalósítaná azt, ami benne van. Az ehhez halasztott lehetőség, ez a legrosszabb, ami egy emberrel történhet. A főgonoszról beszélünk, egyrészt a James Bond filmekből, másrészt meg a világban, főleg a James Bond filmekben. Az Oszi arról beszél, hogy ez a főgonosz, ez a Bond gonosz, ez mindig narcisztikus, tehát mindig önimádó. Valaki felépítette benne ezt az önképében sütkérező szelfet. Mert nem a szükség viszi rá, hogy még többet megszerezzen, vagy hogy másoknak szenvedést okozzon. Nem is a gonosz feltétlenül, hanem hatalma van, és tetszelegni akar benne a maximális módon, hogy igen, van hatalma. Az a kérdés, hogy melyik a gonoszabb gonosz? Az a gonosz, amelyik rosszra tör, tehát gonosz rosszat akar a világnak, tényleg rosszat akar, tehát szándéka szerint rosszat akar, vagy az, amelyik csak a saját javát akarja, és bármin átgázol ezért, tehát elpusztít, megöl, kiírt, hogy az ő elképzelése, hogy az ő szent víziója megvalósuljon. Tehát a kérdés, hogy nyere azon, hogy másoknak rossz? Nem ez a kérdés, nem ez a kérdés. Mi a szándéka? Ő valójában van egy megszállott terve, és abban nem ismer pardont, és eltapos mindent, vagy pedig egyszerűen csak gonosz, rosszat akar a világnak, és bevallja, hogy rosszat akar, tehát úgy, mint a Richard király, tudod, a Shakespeare drámájában, aki elhatározta, hogy gazember lesz. Jó, rendben, erről beszéltünk azért a szünetben, hogy te el tudsz képzelni olyat, aki azt mondja magáról, hogy én tényleg ártani akarok valakinek. Pont ezt beszéltük, hogy Hitler is azt gondolta, hogy ő jót akar. Zenet, hogy kisebb áldozatokkal fog járni, de ő jót akar. De szerintem van olyan, aki azt mondja. Van, hogy én rosszat akarok, azt akarom, azon túl, hogy dögöljön meg a nem tudom ki, de azt is az is az ő víziója, hogy az jó, hogy megdöglik a nem tudom ki. A bosszú az nem ez? Nem ez a bosszú? Na de akkor az akkor is arról is úgy gondolja, hogy ő most jót tesz. De ő igen, de jót tesz, igazságot tesz. Effektíve, most ártani. Most elmondom, hogy milyen ez a gonosz. Ez a gonosz depressziós. Rettenetesen depressziós. És egyetlen egy esélye van az ő életének, mert ő jobban már nem lesz. Hogyha másnak is rossz. És akkor majd az ő nyomorúsága, aha, az majd nem lesz annyira kirívó a létezésben. Ez ugyanaz, de akkor ez megint valami sérülés, meg nyomor, meg hát erről van, hogy ez a gonosz. Valakik a nyomorukból, meg a suttyosságokból normát próbálnak csinálni, igen, azért, hogy ők ne érezzék rosszul magukat. Csak azt mondom, hogy ez nem lehet a metafizikai gonosz, mert ennek a mélyén ott van egy sérelem. Valaki megbántotta ezeket, megszomorította ezeket az embereket, és most már őnek úgy érzik, nincs is más választásuk, mint a világot magukhoz nyomorítani, és ez a gonoszságuk alapja. És akkor ehhez képest megvan a pszichopátiás gonosz. Ő nem akar rosszat senkinek. Csak magának jót, és az összes többi az meg nem számít. Nem tényező. De akkor ő se akar rosszat végső soron. Nem. Más kérdés, hogy ami történik, az nem és túl ebből, jó. És ebből az következik, hogy a gonosz egy hazugság. Hogy valójában az Isten túl absztrakt gondolat volt az emberek számára, és ezért meghasították az Istent jó Istenre, meg sátánra. És ezek már bálványképek. Tehát ezek már hazugságok. Mert nincsen jó Isten, és nincsen sátán. Nincs ez a dualizmus, mert a kettő egy hazugság, mert valójában egy.
egy, oszhatatlanul egy, az Isten a létezéssel analóg és egy, és ennek a felosztása, ebben születik meg a jó és a rossz, de a jóból nem a krisztusi jó, hanem ez az érzelgősen csöpögős jó, és ez a dühöngő, örjöngő gonosz. A valódi gonosz a világban az önző. A valódi jó a világban az önzetlen. Úgy csinálnak, mintha a vizet te tudnád fogyasztani két hidrogén és egy oxigénatom formájában is külön-külön. Igen. De nem, hanem ez így egyben. Igen. Ez így csak nyer értelme. Csak így a víz. Ez most mint vélemény szerepelt, hogy az önző a rossz, és az önzetlen a jó, vagy ennek a képnek a része. Én azt gondolom... Mert azért valószínűleg, hogy ez is árnyaltabb, de ha jól tudom... De akkor mondd, kérlek. Hát, ha jól tudom, erre már nem lesz túl sok. De hogy is nem, csak mondjad. Hát kérlek. Nyilván valamennyi önzés, ez kell az emberbe, azért egy életben maradjál, és akkor nyilván van egy mérték, amin felül már lehet azt mondani, hogy hát ez a... Na jó, de a szociális működést azt pont azért találtuk ki, hogy a te önzésed az nem más rovására történjen, hanem ezeket a terheket, ezeket szépen átvállalja a közösség. Jó, ez egy nagy filozófiai kérdés, szerintem, hogy tud-e nem a más rovására történni, illetve meddig nem történik a más rovására. Az biztos, hogy a mélyén a dolognak ott van egy alapvető önzés, mert tudjuk, hogy az élet életet emészt el. De azt is tudjuk, hogy létezik például a vegánoknak a mozgalma, akik például nem ölnek. Tehát, hogy nem hogy állatot, hanem mondjuk vannak olyanok, akik csak a gyümölcsöt eszik meg, ami leesik a fáról. Tehát, hogy ez is egy opció, ez is egy választás. Én nem mondom, hogy bárkinek is így kéne élni. Én csak arról beszélek, hogy értjük ezt az önzést, ami a létezés mélyén van, és ezzel dolgozhatunk. Tehát, hogy ezt akár le is dolgozhatjuk, akár fel is dolgozhatjuk. Minden esetre ez az önzés, ez a képletben, a rendszerben van kalkulálva. De ezt az önzést is felismerjük, azonosítjuk, megnevezzük, és már nem mi vagyunk, már nem velünk azonos, képesek vagyunk arra, hogy adott esetben egyszerűen levegyük magunkról, mint egy rossz ruhát. Hát ez volt mára az önkényes mérvadó. Békés Dóra tisztelte meg a stúdiót a jelenlétével. Holnap is itt leszünk. Köszönjük a figyelmet. Horváth Oszkár és Puzsér Róbert voltunk. Sziasztok!